Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök április 18-án hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk, mai adásunkban is! A kereszténység legnagyobb ünnepkörének szellemében tartottak misét. A történelmi egyházak képviselői mondták el ünnepi gondolataikat. A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Az ünnepet 40 napos hamvazó szerdától nagyszombatig tartó bőti időszak készíti elő, a központi liturgiája a nagyszombat esti éjszakai húsvéti vigíliája. Ekkor ünneplik a világosság győzelmét, a sötétség, az élet győzelmét, a bűn és a halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A húsvéti örömnek, a húsvéti látásnak sokféle üzenete van, kedves testvérek. És ezek több-több fokozaton jelennek meg. És nem csak a húsvéti látásnak, hanem a hitnek a látásában is. Ha kicsit elmerülünk a görög szövegben, vagy én sem vagyok majd görög nyelvész, hanem olvastam egy kommentárt is, ez úgy megfogott, ez a három gondolat, ez a három személynek a látásmódja. Görög szöveget megfigyeljük, akkor találkozhatunk Mária Magdolnának a látásával, Péter apostol látásával és János apostol látásával. Mária Magdolna, amikor olvasták a görög szöveget, vagy ahogy ugye benézett a sírba, a blepein szó van, ami csak annyit jelent, hogy nézett. Mi is milyen sokszor vagyunk így a hitünkkel, hogy csak nézünk és szemléljük a hitnek a szépségét, de nem tudunk tovább lépni ennél a tekintetnél. Csak úgy belenézünk akár az üres sírba, vagy csak úgy beletekintünk a mindenható Istennek a végtelen szeretetébe és igazságosságába. Ott van Péter apostol is, akinél a teorei igét használja a Szent János apostol. Ami azt jelenti, volt némi elképzelése, volt némi gondolata már, hogy itt mi történt, de még nem jutott el a teljes hitre, a teljes hitvallásra. Péternek még kell két találkozás az Úr Jézussal, hogy tudatosodjon benne, hogy mi is történt, hogy feltámadt. Az első, amikor az utolsó vacsora termében össze vannak gyűlve, és megjelenik közöttük az Úr, és ugye ki mondja neki, mondja Jézus békesség nektek. A következő találkozás pedig a Tibériás tavánál, amikor Péter a tagadásnak az ellentétje mutatkozik meg, hogy háromszor kimondja, hogy mennyire szereti az Istent, hogy mennyire szereti ő az Úr Jézust. És ott van János apostolnak a tekintete, a János a nézése, amit a Úrraú igével mond Szent János apostol, amire mindannyian el szeretnénk, aminek a jelentése megérteni, túllátni, átélni a dolgokat. János apostol benézett és hitt, ahogy olvastuk az előbb. Belelát a titokba, rádöbbenett a sírnál, hogy mi is történt. És azért tudja olyan szépen megírni evangéliumát, olyan okfejtéssel, mondhatni egy teológiai művet tett le elé János apostol, amikor megírta könyvét, mert már belelátott a titokba, megértette, és azt szeretné nekünk átadni. A következő percekben a történelmi egyházak képviselőinek ünnepi gondolatait tolmácsoljuk Önöknek. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Nagy hét, virág vasárnaptól a húsvétig tartó hét nem véletlenül kapta ezt a nevet, mert nagy dolgok történnek velünk ilyenkor. A velünk történt a nagy dolgokra hívja fel pontosabban a figyelmet. Ez a hét. Szeretnék két igét a kedves nézők
figyelmébe ajánlani, szívére helyezni, amelyek így egymás mellett állnak nekünk most nagy héten, ennek a felvételnek a készítése napján. Az egyik az Ószövetségben, azt mondja a próféta az Úr Krisztusáról, hatalma kiterjed a föld határáig. És nekünk rögtön eszünkbe jut a föld határáig terjedő hatalomról a földi hatalom, amely igyekszik kiterjedni a föld határáig, mert a földi hatalmak a kezükbe tartják a földünk erőforrásait, és bizonyos keretek között a sorsunkat. És igyekeznek a hatalmukat a föld határáig kiterjeszteni. De ezt most Krisztusról mondja az ige, és Krisztus egy nagyon érdekes dolgot mond erről, hogy mit jelent ez az ő hatalma. Azt mondja, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Számunkra a halál az a vég, elmúlás, a dolgoknak a befejezése, félbe szakadása vagy csődje. És ezt az a tapasztalatunk mondja, hogy számunkra a halál a lehetőségek vége. Jézus viszont a saját maga tekintetében beszél a termést hozó halálról, amelyiknek értelme van. Mi ezt nem ismerjük. Tudunk hősökről, akik a haláluk révén hoztak eredményt, de nem igazán a haláluk, inkább az ahhoz vezető áldozathozataluk révén tették ezt. Jézus mégis azt mondja, hogy az ő szenvedése, nagyheti szenvedése, halála, feltámadása a búzaszem elmúlásához hasonlítható a földben, amely termést hoz. Az ő hatalma tehát nem maga alá gyűri az erőforrásokat és az életünket, hanem kibújtatja a föld alól, szárba szökkenti, és gyümölcsöt érlel belőle. Ez a reménységünk. Ezzel a reménységgel tekintsünk a jövőbe. Kis és nagy küzdelmeinkben, sorsunkban, amikor várjuk a holnapot. Így kívánok mindenkinek áldott húsvétot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Hamvazó szerdával kezdődik a nagybőjt, szent 40 nap. A tavalyi megáldott, megszentelt barkákat elégetjük, és annak a hamvaival nagy szerdán a szent mise keretében a hívek kijárulnak az oltár elé. Az imádságunk, emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel, homlokukra hamuval keresztalakban, megszórjuk őket a bűnbánat jelét, elénekeljük a nagybőjti énekeket, imádságokat, és így elkezdődik a bőjtidő, a szent 40 nap. A bőjtidő alatt a keresztény katolikus egyházban nagy hangsúlyt fektet a keresztúti áltatosságok végzésére, a többszöri imádságra, a bőjtölésre, és a nagybőjti, pontosabban a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Nagyon sok jó cselekedetet teszünk, a Szentírásból olvassuk, ne tudja a jobb kezet mit tesz a bal, illetve az alamisnálkodás, ne lássák rajtad, éppen ezért az arcodat és a fejedet kentbe illatos olajjal, ne lássák a bűnbánat jelét, illetve nem szomorúan, hanem lelkileg felkészülve a nagybőjt idő alatt a húsvét misztériumára. A szent 40 nap után virágvasárnapjával elkezdődik a nagy hét. Jézus bevonul Jeruzsálemben, pálmaágakkal, itthon barkákkal, megáldjuk és megszenteljük, így ünnepeljük, hozsannát énekelve.
majd elkezdődik a nagy hét, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Nagy csütörtöknek az üzenete délelőtt 10 órakor minden felszentelt pap az adott egyházmegyének a székesegyházába a főpásztor előtt újra ígéretet tesznek papi fogadalmukról, megújítják a fogadalmat, és ez alkalommal a három szent olajat megáldja és megszenteli a főpásztor, amivel itthon mindenki a saját maga területén, plébánián a szentségeket szolgáltatja ki. Utána este oltárfosztás, ahogy mondani szoktuk, népiesen a harangok elmennek Rómában, utolsó vacsora ünneplése, és utána csendes adoráció, imádság. Nagypénteken ezen az alkalommal nincs szentmise, szertartásaink vannak, mint ahogy a mi településünk is déli 12 órakor az egyes nagypostától egészen az életfájáig élő keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Azt követően Bánhidán a Szent Mihály templomba családok keresztútja van. Utána pedig délután kezdődnek templomainkban a szertartásaink, amikor passiót énekelünk úgy, mint virágvasárnapján Jézus szenvedését, majd kereszthalálát, és ezt követően este 10-ig a templom nyitva van, illetve másnap délelőtt szombaton szentségimádásra, pontosabban a szent sír őrzésére és annak imádására. Beosztással vannak a hívek, sosincs üres templom hívek nélkül, imádkozó lelkek vannak itt, égő gyertyák, és a koszorúk, illetve maga a virágok a szent sír körül vannak, hiszen Jézus sírba van. Ezt követően, mint egy döbbenet után, egy tétovázás, egy elbizonytalanodás után a hívek lelkében kezdődik a húsvéti szertartásunk, ami a kereszténységünknek legnagyobb szertartás liturgiája maga az ünnepében. Nagy szombaton a szertartás minden templomnál a főtéren kezdődik, a templom főkapujának bejáratánál, ott pedig megszenteljük a húsvéti gyertyát, pontosabban a tüzet, és az asszisztenciával, sötét templomban, a hívek jelenlétével, közreműködésével, imáival, háromszor a pap fölkiáltja, három különböző állomás helyen, elől, középen és az oltárnál, hogy Krisztus világossága felelet, Istennek legyen hála. Az exultet, az örömének kezdődik, az ószövetségi olvasmányok, zsoltárok a könyörgésekkel, és majd azt követően a szent lecke, és utána pedig a harangok nevezetesen visszajönnek Rómából, megszólalnak az orgonával, a csengőkkel együtt, dicsőséget intonálva, énekelve. És a hosszú, szép szertartás az a maga folyamatában a körmenettel zárul le, amikor Krisztus szobrát fölemelve, győzedelmi zászlóval, az oltári szentséggel áldásban részesülve fejeződik be a szertartásunk, és a húsvét vasárnap örömére népi hagyomány szokás szerint is megtartva a szentmise keretében eledel szentelés van. Szintén a Bibliából olvasva, hogy a sonkának, a tojásnak, a sónak, maga a bornak, mint megáldott, megszentelt és a családokban régi szokás szerint elfogyasztott eledelnek milyen jelentősége és üzenete van. Mai nap a Szent Margit általános iskola és gimnáziumban megünnepeltük gyermekeinkkel együtt, hogy úgy mondjam, ünneplő ruhában. A szentmise keretében összekötöttük a nagybőjti időt a húsvét örömével, imádság és énekekkel. Éppen ezért nekik is, és mint minden évben szoktam a híveimnek is, egy locsoló verset húsvét hétfőre így megérkezve, mint a piros tojás, tehát maga a tojásnak is a szimbolikus értelme, hogy Jézus fölkel a sírjából úgy, mint a csibe a tojásból, tehát új életet hoz a megtisztulás jegyébe és a feltámadás örömébe. Éppen ezért a kedves nézőket és minnyájunkat köszöntöm egy húsvéti versen. Feltámad Jézus, mondják az írások, vízöntő hétfőre bugyognak források. Én is elindultam ifjú kedvemre, hogy harmatot öntsek el szép növendékre. Mert ha harmatot nem öntök el szép növendékre, jövőre nem teremtnek szépet. Áldja meg az Isten ékes virágokat, nyerhessünk az égből dicső koronákat. Istentől megáldott településünk lakóinak, hívőknek, nem hívőknek, akik ügyeletet tartanak, akik öregek otthonában vannak, és minnyájan, akik szolgálatban vannak, Istentől megáldott békés húsvéti ünnepeket kívánok.
Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a húsvét ünnepén, a húsvét ünnepére készülve ebben az örömteli időszakban. Az apostol szavaival is köszöntöm a képernyők előtt lévőket. Legyen velünk kegyelem, irgalom és békesség, el nem múlóan az Atya Istentől és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, egyetlen fél mondatocskát szeretnék felolvasni a Szentírásból, amely egy kicsit vezérfonalunk lehet, amely egy kicsit gondolatindítónk lehet ezen a mai alkalmon. Lukács evangéliumának a 24. részében, annak is a 31. versében van ez a kis félmondat, amely így hangzik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. A történet igaz már a húsvéti események után van, akkor, amikor Jézus együtt tart az Emmausi tanítványokkal az úton, és nem ismerik fel, és aztán elhangzik ez a mondat akkor, amikor megtöri a kenyeret, áldást mond, hogy megnyílt a szemük, és felismerték őt. A húsvéti ünnepkör lehetőség arra, hogy meglássuk és megérezzük mi magunk is, hogy kézzel foghatóvá váljék a mi életünkben is a húsvét titka, a feltámadt Jézus Krisztus. Ebben a sok szokással, hagyománnyal, és talán néha már azt mondom, hogy külsőségekkel megterhelt ünnepi körben nem is olyan egyszerű ez. Nem is olyan egyszerű az, hogy megértsük, hogy meglássuk, hogy egyáltalán valamit is megtapasztaljunk a húsvét titkából. Nem egyszerű, de nem lehetetlen. Eszembe jut egy kis történet egy vak emberről, aki a barátjával találkozik, és azt mondja a barátja, hogy gyere, meghívlak egy italra. Elmennek, és hát kérdezi a vak ember, hogy de mit is igyak? Mondja a barát, hogy hát amilyen józan életű vagy, igyál egy kis tejet. Mondja a vak, hogy jó, de milyen az a tej? Hom, és van-e mit áll tejet? Hát a tej az egy ilyen fehér ital. De jó, de mi ez a fehér? Hát a fehér az ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan, mint a hattyú. Az is olyan fehér. Na jó, de milyen az a hattyú? Hát nem jártál még hattyút? Persze, hiszen vak vagy. A hattyú az egy olyan nagy testű madárállat, aminek hatalmas, hosszú és görbe nyaka van. Na jó, de milyen az a görbe? Erre már nagyon felbosszankodik a haver, és azt mondja neki, hogy hát megfogja a kezét, kinyújtja, ez itt egyenes, behajtja a vakember kezét, ez így görbe. Erre megszólal a vak, már értem, milyen az a tej. Talán sokszor ilyen a mi húsvétunk is, hogy oly sok mindennel körül van véve, oly sok szokás rakódik rá, oly sok családi hagyomány, akár a gyülekezetekben, akár az otthonunkban, a családunkban, és sokszor nem is értjük, nem is látjuk az igazi mélységét és az igazi titkát. Talán nem látom, talán nem fogom fel, talán meg sem érthetem, hiszen olyan mély a húsvét titka, a tojáson túl, a locsolkodáson túl és a finom sonkán túl, de azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogyan minden egyes évben ez a mostani húsvét is lehetőséget nyújt arra, hogy akarjak egy kicsit közelebb jutni ehhez a titokhoz, hogy akarjam egy kicsit mélységében jobban átélni Jézusnak ezt a hatalmas lehetőségét és titkát, azt a nagy áldozatot, amivel eljött közénk és elhordozta mi bűneinket, és aztán az ő feltámadásával a mi feltámadásunknak is záloga lett. Kívánom a kedves testvéreknek, hogy akarjuk, hogy gondoljuk tovább a húsvéti titkot, és szálljunk rá időt az életünkben most is, és életünknek minden egyes napján, hogy közelebb jussunk egy kicsit Jézus Krisztushoz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy elhoztad hozzánk a húsvét öröm üzenetét, hogy a miénk is lehet ez. Arra kérünk, Istenünk, hogy add meg nekünk, hogy életünknek minden percében átéljük azt az örömet, hogy te közel vagy hozzánk, hogy te szeretsz bennünket,
és nem sajnáltad még egy szülött fiadat sem a mi életünkért adni. Köszönjük neked ezt, és arra kérünk, hogy légy továbbra is így velünk a mi életünkben. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a feltámadott Jézus Krisztusban. Áldás békesség! A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete április hónapban is számos településen szervez véradást. A következő alkalommal április 19-én kedden reggel 9 és 16 óra között nyújthatjuk karunkat a környei telephelyű BD Fecskendőgyárban. Csak olyan személy adhat vért, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradóknak az adatfelvételhez lakcímkártyát, személyigazolványt és tajkártyát kell magukkal vinni. A József Attila megyei és városi könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt az Ökoesték sorozat 100. előadására. Április 19-én kedden 17 órától Fehér Enikő író, költő és a Zöld Szigetkör közös műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. A zenei aláfestésről Radisz Afrodité gondoskodik. Következzenek hétfő esti híreink még egyszer, röviden. A kereszténység legnagyobb ünnepkörének szellemében tartottak misét. A történelmi egyházak képviselői mondták el ünnepi gondolataikat. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök április 18-án hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!